Én nagyon boldog vagyok, hogy most én konferálhatom fel egyébként. Kocsis Tibor itt van velünk, aki nem olyan rég nyaralt, és én is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és mesélj egy kicsit a montenegrói nyaralásotok részleteiről. Én is örülök neked, Laca. Jó. Hát ez egy ilyen villámnyaralás volt, mint ugye az előadók életében általában ezek a nyári történetek. Hogy ismerős. Ugye ismerős, gondoltam. Amikor kitalálod azt, hogy mondjuk vasárnaptól péntekig éppen van egy szabad időszak, és ráértünk és barátokkal össze. Tehát akkor ez ilyen last minute-es volt. Ez abszolút last minute-es volt, saját szervezési last minute, tehát mindenféle külső segítség nélkül, és fogtuk magunkat, és megnéztük Montenegrót. Én voltam ott már előtte egyébként, hát nem is tudom, 10 évek ezelőtt, és kicsit kíváncsi is voltam arra, hogy milyen változások vannak, mert azért azt lehet tudni, hogy ezeken a déli üdülőhelyeken azért hatalmas nagy változások mennek végbe ilyen 15-20 év alatt, és közben itt éppen én vagyok a monitoron, ahogy... Éppen az sütteted. Ez a nyaraló típus, vagy ez az ilyen hogy hívják, ez a passzív, igen, ez passzívnak hívják? Hát ez a... Kiraknak reggel, este beszednek. Igen, aztán ott sűlök a napon. Most ez volt. Tehát most abszolút ez volt. Azt hiszem, hogy amikor így egész nyáron pörgés van, akkor nagyon jól tud esni az, amikor 4-5 napig annyi a dolgot, hogy bekend a hátadott naptejjel. De bírod is akkor ez, hogy ilyen nagyon erősen tűz a nap, és ott fekszel, akkor gondolkodsz, olvasol, vagy ez hogy te... Gondolkodok, igen. Aha. Nagyon jól el voltunk. Átgondolom így az egész életemet ilyenkor. És látom, szakál kötelező volt, csak azok mehettek, akiknek szakál volt. Igazi fiús nyaralás. Az volt, így van. És milyen így? Teljesen más azért nem, hogyha az ember csak így nincs srácokkal megy el nyaralni. Persze, meg azért azt tudni kell, hogy az egyik srác montenegrói, pont itt a négy közül, és ő abszolút olyan helyekre vitt minket, amik ahova a helyiek járnak, éttermekbe, szórakozó helyekre, tehát hogy egész más az, amikor egy az nagyon jó, igen. Várost, vagy egy országot. Az ilyen spontán. Igen, úgy fedezel fel, hogy van egy olyan segítséged, aki ismeri ott a helyi viszonyokat, és mondjuk nem oda mész, ahova tipikusan a turisták járnak, hanem arra a tengerpartra, ahova nem járnak, viszont hát ez az izgalmas. Igen. De akkor jellemző rád, nem ez a spontaneitás abszolút az életben is? Egy zenész kikutatja a másik titkait. Igen, jó, azért Metsz elég jól ismert, tehát hogy ilyen szempontból az életem nyitott könyv. De hogy persze vannak dolgok, amikben szeretek spontán lenni, mondjuk mondom, ez a nyaralás is ilyen volt, de ennek most a legnagyobb előnye az volt, hogy csak 5 napig így távol a világ zajától, és egy kicsit így elszakadni. Ezt mennyiszer csinálod meg egy évben egyébként? Most nem a nyarat vegyük, hanem mennyiszer van időd mondjuk egy ilyenre, hogy egy ilyen akár 5 napokra, vagy valamilyen egyhuzamban? Hát általában az év eleje az, ami ilyen nyugisabb, és akkor mindig van, tehát ez a január-februári időszak. És ilyen téli gyerek vagy? Tehát, hogy itt tudsz mit kezdeni a hóval? Szoktam sinyálni, most idén voltam kétszer sinyálni, jó, meg is sérültem. Úgyhogy attól most egy nagyon picit elment a kedvem, az kicsit óvatosabb vagyok azóta, mert nagyon bátor voltam idén, egyebb bátrabb, mint kellett volna, de egyébként szeretem a síelést is, igen, tehát a téli sportokat is, úgyhogy nagyon jó volt az is. A nyarat azért egy picit jobban, tehát azért alapvetően de hát szeretek télből a nyárban. Nektek, nem tudom, öreg korotokig szerintem nincs nyaratok, vagy nem tudom, addig, amíg aktívan. Ez jó egyébként, alapvetően szeretjük, tehát szerintem mindeket. Panaszkodunk emiatt. Pont ezt akartam kérdezni, igen. hogy készülsz-e most valamivel, van-e valami olyan projekt, amiről szeretnél, vagy szívesen beszélni, ami... Hát folyamatosan, még most a nyár tart, úgyhogy mondjuk az egyik, ami nekem most a szívem csücske, az a Budapest Jazz Orchestra-val egy ilyen közös projekt, ami egy ilyen Queen-es, lehet, hogy beszéltem is róla, de elmondom még egyszer, mert ugye ezt nagyon szeretem, ebből már volt nyáron több, és még lesz is, azt hiszem 2 vagy 3, ahol Queen dalokat jazzesítve énekelünk, hatalmas nagy big band-del, nagyon-nagyon élvezem, úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen a szokásos pop fellépésekhez képest egy különleges dolog. Megyek, megnézlek. Jó, gyere! Pénteken pedig most Lajos Muzsén szülővárosomban fogok élőkoncertezni, úgyhogy azt is már nagyon várom, az mindig egy ilyen speciális dolog, amikor hazamész fellépni. Igen, én is ott voltam az egész rokonság. A Tibike hogy megnőtt, és hogy milyen szépen énekel. Igen, hát ezt most már 20 éve hallgatom ott, most már egy kicsit más összefüggésben, de igen, szóval ezek mindig ilyen nagy pillanatok, meg ilyen izgulós pillanatok, amikor hazatérni hát egy kicsit. Igen. Ezt mindig összekötöm egyébként egy ilyen hatalmas nagy bulival, amikor otthon van fellépésem, úgyhogy most is lesz. Te voltál az egyik. Igen, jó. Avassatok be, mi az, hogy nagy buli, mit csináltok? Hát ez egy olyan buli, hogy ez most például olyan lesz, hogy a koncert után összejön a teljes baráti társaság, akit nyilván már oda csődítettem, meghívtam. Kibéreltünk egy helyet, ahol csak mi leszünk, meg egy nagy medence, és nagyon jól fogjuk érezni magunkat. Hát köszönjük szépen, és egy nagyon érdekes dalt fogsz nekünk énekelni, az a cím, hogy Chuck Norris. Chuck Norris, igen. Ez azért fontos tudni, mert különben a szöveg nehezen értelmezhető, de így most már, hogy tudja a közönség, így már érteni fogják szerintem.